Még nagyban zajlanak a munkálatok a zentai épületen. A padlózat már új pompájában ragyog, és a tantermek falait is befestették már. Az újonnan hozzáépített rész már május óta készen áll. Itt kapott helyet a kerekesszékes feljáró is. A gimnáziumon folyó külső munkálatok is a vége felé közelednek már. Az épületben működő három iskola is készen áll már a visszaköltözésre. A kaszárnyában megkezdődött a bútoroknak a csoportosítása, átmosása, elrendezése, tehát folyamatosan készülünk mink a visszaköltözésre. A visszaköltözés úgy fog történni, hogy ahogy kapjuk át egyenként a tantermeket, úgy fogjuk belepakolni egyenként majd a bútorokat a kaszárnyából, természetesen tisztán átnézve, megjavítva. Azonban, amíg teljesen készen nem áll az épület a diákok fogadására, minden iskola marad abban az általános oktatás intézményben, amelyben az előző tanévet fejezte. És ezzel kapcsolatban minden előkészület megtörtént, ami a tanév kezdést illeti, tehát az elméleti órák azok a Szeván Szrémac Általános Iskola emlékiskola épületében lesznek, a tanirodák pedig ugyanúgy maradnak az internátus épületében berendezve a Szvetozár Miletich 2-es szám alatt. Az épületben működik még az egészségügyi középiskola is. A nővér és gyógyszerész tanoncoknak sok gyakorlati órájuk van, és ehhez megfelelő tanterem is kell. A Nemzeti Tanács segítségével az egyik új tantermet laboratóriumnak fogjuk felszerelni, amelyet a gyógyszerész technikusaink fognak használni később csoportokra bontva a gyakorlati oktatás megszervezésére. Azon kívül itt kapunk még egy új tantermet ebben az épületben, ezt pedig az orvosoknak szánjuk. A munkálatokat a magyar kormány és a szárb kormány támogatta. A hozzáépítési munkálatok teljes mértékben befejeződtek, ezt a magyar kormány támogatásával tudtuk megvalósítani. Ez olyan 40 millió dináros beruházás volt, ez 100%-ban készen van. Várjuk a műszaki átvételt, ami az egész épületre majd egyszerre lesz. Még az egész épület felújítási munkálatai, ami körülbelül a bizonyos módosítások, ami szükségesítették az építkezés folyamán, tehát bővítésekkel 180 millió dináros keretre rúgnak most már. A munkálatok előreláthatólag november 1-e körül fejeződnek majd be, így az iskolák a tél beköszönte előtt visszaköltözhetnek majd az épületbe.